It's supernatural. Hello, Sid Roth here with David Herzog, and David is known Hello, Sid Roth vagyok, David Herzoggal. David arról vált ismerté, hogy bekerül Isten dicsőségének birodalmába, ami nem más, mint Isten kézzel fogható jelenléte. Olyan megjelenésű, hogyha tegyük föl, volna egy hiányzó hüvelykujjad, és kinyújtanád a kezed egyenesen ebbe a dicsőség szférába, az ujjad azonnal kilőne. When you enter that glory realm, you see, when you speak words, tudod, ha csak úgy megvallásokat teszel, bár van hatása, azonban lassan történik meg. Lehet 20 vagy 30 év is eltelik, mire beteljesednek a kitartó megvallásaid. Azonban, amikor Isten dicsőségében mondasz ki dolgokat, azok instant, azonnali módon megtörténnek. David alkalmaidon kopasz emberek haja kilőtt, embereknek azonnali fogyásuk volt. Hány kiló azonnali fogyás volt eddig a maximum? Jacksonban, Tennessee-ben egyik alkalmunkon egy ember 32 kilót fogyott. 32 kilót? 32 kilót. Ez elképesztő, ez már majdnem olyan, mintha eltűnne az az ember. Hát ez az ember még így is nagyon túlsúlyos volt, még a fogyás után is. Úgy történt, hogy felszólítottam az embereket, hogy fussanak körbe a teremben, ha fogyni akarnak. Álljanak föl székeikből és kezdjenek futni. Ez az ember is elkezdett futni, és szinte mozgott a padló, mintha egy kamion vonult volna végig a termen, nem fért el senki mellette, majd a hirtelen fogyás által elkezdett csúszni le a nadrágja. Ahogy megmérte magát, látta, hogy 32 kilót fogyott. Egy másik ember meg 28 kilót fogyott. Azonban ez az ember meg akarta szerezni a teherautó jogosítványt, de olyan túlsúlyos volt, hogy nem fért be a vezetőfülkébe. Az alkalom után még 4 héten belül annyit fogyott természet fölöttien, hogy összesen 45 kilót adott le. Szóval az első fogyásnál nem állt meg, tovább fogyott. Voltam egyik alkalmadon, ahol egy hölgy a saját szemem láttára visszanyerte eredeti hajszínét. Miért történnek ilyen egyedi csodák a szolgálatod során? Mert felfedeztem egy dolgot. Évekkel ezelőtt azt kérdeztem Istentől, Uram, miért nem látunk teremtő csodát megjelenni? Mindenki csak gyógyulásért imádkozik, de hol vannak azok a testrészek, melyeket te újra tudsz és akarsz teremteni? Akkor Isten azt mondta nekem, mert népem nem úgy tekint rám, mint teremtőre. Nem úgy prédikálnak vagy tanítanak róla, mint teremtőről. Ha csupán gyógyítónak látnak engem, akkor nem tudok teremtőként megjelenni. Ha viszont elhinnék, hogy én teremtő vagyok, ma is ugyanúgy teremtenék. Ha tehát mi teremtőnek látjuk őt, és úgy imádjuk, vagy prédikálunk és tanítunk róla ahhoz a kimondott szóhoz, ő csatolná a teremtő csodáit. Ahogy korábban beszélgettünk már erről, a dicsőség birodalma a legmagasabb szintű valósága Istennek. Én szeretném megtudni, David hogyan jutott el a dicsőség birodalmába. David a legcsodálatosabb csodák meglátása mellett is nagyon éhes volt még többre Istenből. Pontosan ez történik velünk ebben a valóságban. Egyszerűen soha nem elég Isten jelenlétéből. Szóval egy közös barátunk, Ruth Heflin, aki arról volt ismert, hogy elkezdett énekelni, és eközben az emberek bekerültek a dicsőségbe. Elmentél egy sátoros összejövetelére, és mi is történt? Igen, már 6 hónapja folyt az ébredés Franciaországban, és annyira éheztem még többre az Úr dicsőségéből. Ekkor Isten azt mondta nekem, menj el Ruth összejövetelére. Tehát fogtam magam, 1999-ben, január 1-én vagy 2-án megjelentem. Azért mentem, hogy kapjak. Majd Ruth meglátott, és azt mondta, ó, David, úgy örülök, hogy találkozhatunk, már hallottam rólad, és szeretnélek fölkérni a ma esti szolgálatra. Azt mondtam, ó, nem, már fél éve megállás nélkül prédikálok. Most nem azért jöttem, hanem azért, hogy kapjak. Szükségem van arra, ami neked van. Erről sajnálom, én az Úr profétanője vagyok, és Isten azt mondta nekem, hogy ma este te prédikálsz. Abszolút semmim nem kívánt ezt, annyira szerettem volna lazítani és felfrissülni, de mivel ő Isten profétanője, és Isten mondta ezt neki, hát mi más tehettem volna, engedelmeskedtem. Szóval felálltam a pulpitushoz prédikálni, amikor Isten ereje hirtelen rám szállt. Szinte megütött olyan módon, ahogy még soha azelőtt. A végén 2 biblia részt énekeltem el. Nem is olvastad, hanem énekeltem. Énekeltem. Végig énekeltem az Ézsaiás 60-at és 61-et, az volt az üzenetem. Ahogy énekeltem ezeket, olyan szinten leszállt rám a Szent Szellem ereje, dicsősége teljes euforikus állapotba kerített, és Isten ereje hatalmasan leszállt az egész helyre. Gyógyulások, szabadulások, jelek és csodák kezdtek történni.
történni. Úgy éreztem magam, mintha egy felhőn feküdnék, azt hittem, meghaltam és a mennyben vagyok. A dicsőségnek ez a szintje velem is maradt egész héten keresztül, teljesen e földön kívüli volt az átélés. Azt mondtam, Istenem, bármibe is kerüljön, én akarom ezt a dicsőséget. Ez lesz innentől kezdve a fő üzenetem, minden csodánál és minden másnál is. Ezt fogom előnyben részesíteni. Akarom ezt a dicsőséget, mert ebben úgy érzem, teljes közeledben vagyok. Ismertem Isten dicsőségét, de ilyen szinten még soha nem tapasztaltam, mint ekkor, mert ennek különböző szintjei vannak. Ahol én voltam, abban Kenneth volt, felállt a szőr az ember bőrén, elektromosság és tűz formájában is tapasztaltuk, ez azonban más volt. Ez sokkal inkább intimebb, bensőségesebb volt. Olyan volt, mintha ténylegesen a menny leszállt volna a földre, megmagyarázhatatlan volt. Szerintem jól elmagyaráztad. Tudod, David, voltam már nálatok, találkoztam feleségeddel, lányaiddal, és el kell mondanom, áldott ember vagy, köszönöm. Egyik lányod, akinek a fényképét is megmutatjuk, úgy hívják Gloria. Valami szokatlan dolog történt születésekor. Igen, ezután a Ruth Heflin dolog után 4 hónappal később megszületett a lányunk. Az Úr azt jelentette ki róla, hogy jel és csoda lesz. Megőriztük ezt a szívünkben, és az Úr azt mondta, legyen a neve Gloria, így lett ő Shannon Gloria. Szóval, ahogy megszületett a baba, és letisztították a vértől, a francia orvosok legnagyobb megdöbbenésére aranyporral volt beborítva a kisbaba. Ezt dicsőségpornak is nevezzük, olyan, mint a csillámpor. Tudod, az anyamében nem volt smink, hogy teleszórtuk volna őt aranyporral. A zsebében sem volt szüléskor smink. Hát persze, így született. Be volt borítva egész teste aranyporral. Ekkor még úgy voltam ezzel az egésszel, hogy bár nem voltam szkeptikus az aranyporral szemben, de nem is izgatott túlságosan. Engem csak a lelkek megmentése foglalkoztatott, és nem is értettem, mi is ez az aranyporral. Mi köze van ennek mindenhez? Hol van ez a Bibliában? De egyet tudok, lányom arannyal telve született, és Isten dicsősége hatalmasan jelen volt a szülőszobán. Az Úr szólt hozzám ekkor is, azt mondta, ne korlátozz be egyetlen jelet és csodát sem, melyet én adok, mert az embereket meg akarom érinteni jelek és csodák által. Ha már a jeleknél és csodáknál tartunk, nemrégiben voltál Sri Lankán. Mi történt azzal a buddhista pappal? Amikor Sri Lankán voltunk, ahol korábban 30 évig tartó háború volt, rengeteg ember jött el az alkalomra. Ez volt az egyik első ilyen alkalom, ahol ennyire sok hitetlen ember megtért az Úrhoz. Mindenféle típusú ember volt jelen, államképviselők, maffia vezérek, kemény bűnözők és rengeteg vallásos ember, hinduk, buddhisták, muzulmánok, guruk, akik természet fölötti erővel bírnak, csak épp a sötét oldalról. Úgy hangzik, mint egy piknik, tényleg nagyon izgalmas volt. Szóval ott ül az elsősorban ez a buddhista pap. Buddhista papok pedig nem járnak olyan alkalomra, ahol Jézusról beszélnek, ilyen nincs a világon. Akkor hogy került oda? Úgyhogy senki nem tudta, hogy ez egy keresztény összejövetel lesz. Már értem. A reklámtáblákra csak ennyit írtunk ki. Hiszel a csodákban? Akkor jöjj el! Ennyi. Senki nem tudta, mire is számíthat, szóval mindnyájan eljöttek. Ez a buddhista pap annyira izgatottan üldött az első sorban, volt valami betegség, amiből meggyógyult. Amikor a megtérésre való felszólítás következett, az emberek szaladtak előre, hogy megtérhessenek és befogadhassák Jézust a szívükbe. Az egész város felbojdult, mindenki arról a buddhista papról beszélt, aki befogadta Jézust urának és megváltójának. Nagy viták lettek emiatt, mivel emiatt nagyon sok hindu és buddhista is eljött a másnapi alkalomra, hogy ők is lássák, mi folyik itt. Szeretném, ha megnéznénk most felvételről egy ilyen buddhista hölgyet, aki épp csodát élt át. Ahogy nézitek, majd ezt ti is érezni fogjátok a szívetekben, hogy ez mennyire valódi és hiteles. Kissé mesugának, tehát örülnek kell lenned, ha nem hiszed ennek hitelességét. Már 2 hónapja volt valami a szememben, állandóan olyan volt, mintha valami fehér villanások, vagy ehhez hasonló lenne a szememben. Fehér villanás, mint a szürkehályok? Állandó jelleggel. Mint valamilyen folt? Igen, olyasmi. Akkor olyasmi, mint a szürkehályok. Igen, valami blokkolt a látásod. A férjem azt akarta, hogy menjek el vele az orvoshoz, de attól féltem, hogy az orvos valami rossz hírt közölne velem, így nem mentem el. De ahogy említetted, hogy valaki szemével történik valami, szerintem a férjem érteni imádkozhatott. Wow, és eltűnt ez a szemedről? Abban a pillanatban eltűnt a szemem. Emberek, ez a hölgy kinyitotta a szemét, és eltűntek ezek a foltok. Pedig én buddhista vagyok. Buddhista vagy? Látjátok, Isten mennyire szereti még a buddhistákat is? Ő egy olyan buddhista, aki most már Jézust követi. Azt, aki ma este meggyógyította a szemét. Én hiszek ebben a Jézusban, mert el kell ismernem, ez az ő csodája volt, ezt ő tette.
David, Isten dicsőségének szférájában új dolgok történnek. Emberek testéből, természet fölöttien eltűnnek fémrudak. Mondd el, mi folyik itt? Igen, már több embernél is megláttuk ezt. Testbe épített fémrudak, és amikkel azokat összecsavarozták vagy tűzdelték, mind egy az egyben eltűnt. Úgy, ahogy az orvosok a testükbe helyezték, teljesen eltűntek, felszívódtak, és helyükbe igazi csontok nőttek. Oda, ahol azelőtt az nem volt. Isten teremtő csodákat cselekszik, és mi a helyzet a vakokkal? A vakszemek is megnyílnak. Emberek, akik azelőtt nem láttak, vagy jobb, vagy bal szemükre, vagy akár mindkettőre, azoknak megnyílnak a szemeik, és újra látnak. Tavaly bejártam Ázsiát, voltam Malajziában, Szingapurban, Indonéziában, és mindenütt megnyíltak vakszemek. David apja zsidó. David próbálta megosztani vele a messiás üzenetét, de nem járt sikerrel. Egy nap, amikor már szinte teljesen feladta a reményét is annak, hogy az apja valaha is megtér, majd volt egy átélése. Meséld el ezt nekünk. Igen, ifi táborban voltam, amikor azt mondta az ember, aki vezette az egészet, imádkozzunk, hogy Isten nehezítse a szívünkre az elveszett lelkekért történő közbenjárást. Hányótoknak van olyan családtagja, ismerőse, akiket szeretnél, hogy megtérjenek? Azt mondtam magamban, ó, ez én vagyok, de már belefáradtam, mivel 8 éve imádkozom apám megtérésért, de ő egyszerűen nem akarja, én pedig nem akarom ezzel zaklatni. Nem igazán akarom, hogy rám nehezedjen ez, de azért mégiscsak előre mentem imáért. Azt mondtam, oké, Istenem, nehezítsd rám, hadd égjen a szívem apám megtérésért. Abban a pillanatban elragadtattam a pokolba. Láttam a poklot, és láttam az apámat, amint ott ég a pokol lángjaiban, és nem hal meg a lángoktól, de iszonyatosan szenved. Majd látomásomban rám nézett, és azt kérdezte, David, miért hagytad abba az imádkozást értem? Már majdnem ott voltam. E látomástól teljesen elgyengültem, olyan nehéznek, súlyosnak éreztem ezt, majd hallottam egy hangot, most azonnal imádkozz apádért, mert ha nem tér meg, már nem fog sokáig élni, az ördög megpróbálja majd idő előtt elvinni. Akkor elkezdtem zokkogva könyörögni, hogy mentse meg az Úra lelkét. Azt mondtam, Istenem, kérlek, ments meg az apámat, majd szólítottam szellemben, apám, jöjj Jézushoz, tér meg Jesuához. Minden szó, amit imában kimondtam, közbenjárás volt, nyögve, sírva, kiáltva, még abban az órában egy kis hölgy kopogott az apám ajtaján, aki az Úrhoz vezette őt. A pokol történő látomásom is imám után befogadta szívébe a zsidó messiást. Ha már apádról beszéltünk, David, nemrég Hollywoodban tartottál alkalmat, ahol mi is történt apád hajával? Apám annyira tüzes lett az Úrért, hogy 3 estén át minden alkalmunkra hozott magával zsidókat, akik egymás után tértek meg. Apám feje teteje kopasz volt, és az emberek szeme láttára elkezdett ott kinőni a haja, és az ősz haja feketére változott. Ez aztán a jel és a csoda. De tudod, ugyanilyeneket látunk mindenütt megtörténni. Korábban már a 70-es évek elején is láttam ilyet történni, amikor még új megtért voltam. Eredeti zsidó ébredés volt akkor. Zsidó közösségekben hétről hétre jöttek a megtérők, akik elfogadták Jézust messiásuknak. Majd néhány évre, mintha leállt volna ez az egész. De mit érzékelsz? Mi történik most? Világszerte óriási változások vannak szellemi síkon. Az USA-ban is, Izraelben is, és a világon mindenütt. Soha azelőtt nem láttam még, hogy a zsidók ennyire nyitottak lennének az Úrra. Még olyan rokonaim is, akiknek már 30-40 évet tesszük a bizonyságot, most hirtelen megnyitották magukat Isten előtt, és kéri, hogy látogassa meg őket. Jeshua pedig meg is látogatja őket, ők pedig megtérnek. Zsidó ügyvédek, színészek Hollywoodban óriási éhség van a zsidó messiás megismerésére az emberekben. Mondhatok még többet is ezeknél, amikor David elkezd a dicsőségről beszélni, nagyon sokszor eközben embereknek mennyei elragadtatásaik vannak. Ez történt például egy izraeli utatókon 2 emberrel. Meséld ezt el. Már többször is történt ilyen. Ekkor Bételbe látogattunk, ami a Biblia szerint az 1 Mózes 28-ban a menny kapuja. Azt mondtam, ha ez egy nyitott kapu a mennybe, akkor oda megyünk. Ott feküdtünk a padlón, miközben valaki dicsőítő zenét játszott, és mi becsuktuk a szemünket, hogy lássuk, Isten meglátogat-e, vagy ad egy képet, vagy egy látomást. Sokan elkezdtek sírni, többen csoportosan elragadtattak a mennybe szellemben. A testük továbbra is ott volt a földön, de a szellemükkel látták a mennyet. Ezután 2 ember is mondta, én is ott voltam, beszéltem az egyik lányjal, és megkérdeztem, mit látott a mennyben. Elmondta, Jézus hogy beszélt vele, és miket mondott neki, sőt azt is, hogy az a másik lány is ott volt vele. Elmondta mindezt, amit Jézus mondott, és azt is, amit azzal a másik lányjal beszélgetett. Majd azt mondtam, várj egy pillanatot, majd megkérdeztem azt a másik lányt is, aki hajszál pontosan ugyanazokat mondta el, és ezt egymással nem beszélték meg, tehát tudtuk, hogy ez valós, és ténylegesen megtörtént. Mindketten ott voltak a mennyben, beszéltek Jézussal, és egymással is. Csodás volt, hogy nem csupán egyesével, hanem csoportosan is
és el tud ragadni bennünket az Úr, és mennyei átélésekben részesít. Szeretnék még visszakanyarodni apádra és a hajára, mert szerintem ez fenomenális. Tudom, hogy ez gyakran megesik. Láttál a szemed, láttál a hajat kinőni? Épp most a héten, vasárnap este történt itt az alkalmon Floridában. Sírva jött előre egy férfi, aki beszélni sem bírt. Láthatjuk, amint picike kis haj kezdett kinőni a fején. Előre jött, és megmutatta nekem az előtte való fotót, mivel valaki lefotózta, várva, hogy vajon kinő-e majd a haja. A feje teteje teljesen kopasz volt, majd láttunk már egy pici kis hajat, majd egyre több és több nőtt ki. Mindenki kiáltozott, ó, atyám, nézzétek, nő ki a haja! Mindenki teljesen kiakadt, de jó értelemben. A szemük láttára nőtt kifelé a haja, elképesztő volt. Van egy előtte és utána fotónk, ami csak az alkalmon történt, már ez is fantasztikus volt, de utána még több haj nőtt oda, ahol azelőtt egyáltalán nem volt haj. Hello, Sid Rock vagyok, üdvözöllek világomban, ahol a természet fölötti természetes. Én hiszem, hogy a természet fölöttit ellopták tőlünk. Zsidó létemre én olvastam a Bibliában a tűzszekerekről, melyek lejöttek a mennyből. Olvastam arról, amikor valaki úgy járt a vizen, mint a szárazföldön. Olvastam a halott feltámadásáról, a betegek gyógyulásáról. És ezeket az ősrégi zsidó titkokat ellopták tőlünk. Azonban mai vendégem épp ezeket a titkokat állítja helyre. Nézzük meg David Herzogot. Egy kb. 25 centis fémrudat tettek be jobb combomba műtét során. A műtét sikeres volt, azonban annyi fájdalommal járt, soha nem tudtam így megütni a combom, mint most. Ez már nagyon fájt volna. Amiatt, hogy fém volt oda betéve, igen. És most már akárhogy dörzsölöm a combom, nem érzem a fémet. Eltűnt. Ilyen hosszú és ilyen vastag volt. Ilyen hosszú és vastag fémrud eltűnt a testedből? Igen, eltűnt. Nincs ott. Biztos vagy benne? Ez már most nagyon fájna. Emberek, az egész ébredés során láttunk fémdarabok, fémrudak eltűnését, és ez ma este meg is történik. Istennek ugyanaz a dicsősége van most itt is, amiben csodák történnek. Meggyógyulnak a betegek, és ez nem csak rajtam keresztül történik. A térdemmel volt gondom, szóval elkezdtem körbefutni a gyógyulásomért, és ez alatt elkezdtem fogyni. Ezt nézzétek! Már 2 héttel korábban is imádkoztam fogyásért, és akkor 7 kilót fogytam. Ma este nem is gondoltam most erre, mégis megtörtént. Szóval valami megérintett, és a ruhád sokkal szorosabban állt rajtad, mint most. Olyan szoros volt a nadrágom, hogy alig bírtam begombolni. Látjátok és hiszitek, egészen a gombig feszült, alig bírta begombolni. Megmutatnád ismét? Az a hölgy feketében alig hisz a szemének, hadd lássa ő is, hogy ami a gombig feszült, most már lazán áll rajtad. Nézzétek, mennyi rész eltűnt a testéből. Lehetetlen lenne ennyi idő alatt egy kis körbefutással ennyit lefogyni, azonban Istennek ez lehetséges. Felhívtam a fogorvosom, és azt mondtam a recepciós hölgynek, elég szokatlan kéréssel fordulok önhöz, beszélnek kérem Dr. Creel-val, és megkérni, hogy nézze meg a röntgenfelvételeket a fogamról, majd néhány órán belül visszahívott, és azt mondta, Dr. Creel szerint egy felső arany fogkorona lett betéve, és egy alsó porcelán korona. Azt mondtam, wow, Isten a porcelán koronát aranyá változtatta. Visszamegyek majd a fogorvoshoz, és újabb felvételeket készítetek, hogy Istennek adhassam a dicsőséget. Istenem, tiéd a dicsőség. Szeretlek, és köszönöm az aranyfogam. Azt mondtam, kinek van szüksége autóra? Ez a hölgy volt az első, aki felállt, majd én azt mondtam, fog kapni egy autót. Majd azt mondtam, ki akar neki adni egy autót, amolyan viccesen tudtam, hogy fog majd kapni egy autót. Tegnap épp az irodámban voltam, amikor az íróasztalomhoz sétált egy barátom, hogy mondjon nekem valamit. Ó, uram, segíts, hogy ezt az egészet el tudjam mondani. Fogjátok meg egy kicsit, hogy el ne essem, ne engedd el esni. Egy nő felkereste ezt a barátomat, hogy az úr indította a szívét, hogy valakinek odaadja az autóját, aki hasznát veszi majd. Én épp telefonáltam ekkor, és ez az illető azt üzente, találkozzam vele a kávézónál, mert szeretné nekem ajándékozni a kedvenc Saturn autóját. Saturn típusú autó. Igen, egy autó nekem! Ma? Hétfőn!
Hello, Sidrup vagyok, és szeretném, ha megismernétek ezt a fiatal zsidó barátomat, aki helyreállítja azt, amit elvesztettünk. Ő David Herzog. David, foglalj helyet. David, annyira kíváncsi vagyok, mi történt még ezzel a hölgyel, aki az autót kapta. Elmondanád? Ez kb. 6 hete történt. Múlt héten újra visszamentünk a denveri kiáradás összejövetelt tartani, és azóta már ez a hölgy kapott egy második autót is, sőt, egy házat, és 200 ezer dollárt. Uram, atyám, én is beállhatok a sorba, fölírnál a listára? És mégis hogyan? Azt akarom megtudni, hogyan történt ez. Ott voltunk az alkalmon, ahol történtek a csodák, és a gyűjtés alatt az emberek elkezdtek adakozni, és az adakozás alatt azt mondtam, Uram, ha fizikai, tehát gyógyulási csodákat tudtál tenni, akkor tégy most csodákat az emberek anyagi életében is, mert nagy szükségük van rá. Ez a hölgy minden nap biciklivel járt munkába, és nagyon sok kilométert tekert állandóan, hogy dolgozhasson. Ő ekkor a gyűjtés alatt az utolsó fillérét is betette hittel, hasonlóan az özvegyasszony két filléréhez. És Isten olyan mértékben áldotta meg őt, amilyen mértékben ő adott a dicsőségben. Arra jöttem rá, hogy Isten a dicsőségében nem csak emberek testét érinti meg, hanem a házasságukat, pénzügyeiket, érzelmeiket is egyaránt. Ő mindent megérint ilyenkor. Oké, tudjuk, hogy a dicsőség kifejezés mit jelent. Mit tesz ez olyan emberért, aki viszont nem ismeri ezt? Elmondanád nekik, mit is jelent a dicsőség? Igen, a Webster szótár alapján lehet más jelent. Számomra azonban az, hogy ugyanúgy vagy ott a mennyben, mint ahogy a Földön vagy. Ahogy levegőt veszel, ez ugyanez, csak a mennyben, a mennyei levegő. Pontosan, ez tetszik, dicsőség. Épp írtál egy új könyvet, a Menny ősi portáljai címen. Mi az a portál? A portál egy mennyei bejárat, tehát nyitott menny, egy olyan kapu, mely a Föld és a menny között van, és mi mindnyájan meg akarjuk tapasztalni Isten dicsőségét. De a könyvben beszélek olyan dolgokról is, amiket tehetsz, és bizonyos dolgokról, melyek sablonszerűen megjelennek, mivel Isten azt akar, hogy újra felfedezzük, hogyan léphetünk be ezeken az ősségi portálokon, melyek a mennyet megnyitó kapuk. Tehát az imént látott csodák úgy történtek, hogy beléptél ezeken az ősi portálokon keresztül, ami megnyitotta a mennyet, és így láttuk megtörténni a csodákat minden területen, ami az anyagiak, gyógyulások, és minden más területé is az életünknek. Így van, még a szabadulás is démoni erőktől. A különbség a dicsőség és a hébe-hóba megjelenő kenet között, hogy a dicsőségben megnyílik a menny, és sokszor még csak kezünket sem kell senkire rátennünk, mégis megtörténnek a csodák, mivel már nyitott menny alatt vannak az emberek, mint az Abcsel 4-ben, nyújtsd ki a kezed gyógyításra, mint az az ember Denverben, akinek másodfokú égési sérülései voltak, aki a külső ajtón bejött ugyan az épületbe, de még oda sem ért arra a részre, ahol voltunk, amikor már azonnal meggyógyult, és azonnal eltűntek róla az égési nyomok, pedig csak besétált az épületbe. Szóval ez a különbség a nyitott menny, és a között, hogy csupán hittel úgy imádkozunk, Uram, kérlek, gyógyíts meg őt. Ez egy teljesen más mód. De amikor mi már benne vagyunk, ez olyan, mintha azt mondanánk, Uram, legyen meg az akaratod úgy a Földön, mint a mennyben. Ha most azonnal a mennybe kerülnénk, mennyi időbe telne meggyógyulni? Azonnali. Igen, tehát épp erről beszélünk, arról a fajta dicsőségről, amikor felgyorsulnak a dolgok, és azonnal meg is történnek, mert az elvégeztetett szférába lépünk be. Lehet, hogy ez, amiért a Messiás imádkozott, hogy jöjjön el a királyságod úgy, mint ahogy a mennyben van, pontosan. Szóval kipuhatoljuk, hogy épp most, hogy is van a mennyben, és a Földön pedig annak kell történnie. Pontosan, te már meg is értetted. David, most portálokról beszélünk, hogy a mennyei levegő az életünkbe jöjjön, hogy azt szívjuk be minden helyzetünkre, és mivel Isten minden helyzetünkben Isten, ezért nem kell semmi felől sem aggódnunk. Ezeket a portálokat természetesen mi jóra használjuk, de nyilvánvalóan az ellenség is használ úgynevezett portálokat, például a New Age-ben. Bementél egyszer egy egész ételek nevű boltba. Elmesélnéd, mit tapasztaltál? Hogyne, ez csupán egy ételt árusító bolt, de a városunk, nos tudod, ott szinte mindenki New Age-es, Sidona. Igen, elég hírhet erről. Szóval csak egy szendvicsért ugrottam be, amikor az eladónő elkezdett beszélgetni. Azt mondta, ó, már régen voltál itt, hol jártál eddig? Én pedig elkezdtem mondani neki, épp Perúban voltunk, ahol evangelizáltunk, és hatalmas csodákat láttunk megtörténni. És hogy ment a teheted? Ő pedig azt mondta, nagyon érdekes volt, tegnap lebegtem a föld fölött néhány centivel. A normális az
lenne erre, hogy micsoda? Én azonban csak annyit kérdeztem, és milyen magasságig jutottál, legalább egy méterre? Erre ő, igen, majd én. És hogy csináltad? Erre ő, 10,000 buddhát hívtam, hogy költözzön belém. Erre én, 10,000 buddha kellett ahhoz, hogy csupán egy métert emelkedj. Hát, ez elég alacsony erő. Azt kérdeztem, mit értesz ez alatt? Majd azt mondtam, szerinted, ha 10,000 buddha költözne belém, akkor mindössze egy méterre tudnál emelkedni a földön. Tudod mit? Azok nem is igazi buddhák voltak, becsaptak téged, azok démonok voltak. Azt mondta, tényleg? Erre én, miért? Volt kis buddha pocakjuk? Erre nem, lehet igazad van, lehet becsaptak engem. Igazából egész idő alatt nagyon kellemetlenül éreztem magam. Erre én, hát 10,000 démonnal a testedben nem is érezheted jól magad. Teljes szeretetben beszéltem hozzá, majd azt mondtam, tudod, Jézus, ő aztán hatalmas. Erre ő, ó, én szeretem Jézus, mindig is a barátom volt. Elmondta, hogy ők szeretik Jézust is, csak úgy, mint buddhát és mindenki mást. Majd azt mondtam, ez jó, de tudod, ő meg is halt, és föl is támadt, érted? Erre ő, ezt meg tudom érteni, mivel már én is támadtam föl, amikor meghaltam. Azt kérdeztem, tényleg? Ez az én városom, az ilyenek sajnos mindennaposak, szóval azt kérdeztem, tényleg? Erre ő, igen, klinikai halott voltam a kórházban, amikor Jézus megjelent nekem, és föltámadtam a halálból ott a kórházban. Tényleg? De mivel nem volt hívő ember, aki elmagyarázta volna neki, hogy meg kell térnie, ő elkezdte tanulmányozni azt, amivel úgy gondolta, majd segíthet másokon, tehát médium lett. De ezután a buddhás áttérés után ezekkel a hamis buddhákkal, amikor levitált, tehát lebegett, újra megjelent neki Jézus, ami már gyakran megtörtént, és elvitte egy olyan helyre, amit ő a menny királyságának nevezett. Majd azt mondta, de valami miatt nem tudtam belépni oda. Majd hallott egy hangot, ami azt mondta neki, senki nem jöhet az atyához, csak is rajtam keresztül. Erre azt mondtam neki, én elmondhatom, mit jelentett ez az átélésed. Jézus féltékeny rád. Feltámadásod óta, mióta megmentett téged, és többször is meglátogatott, mégsem őt követed egyedül azóta, hanem más démonikus átéléseid is vannak. Ő egy olyan féltékeny szerető, amikor csak magának akar, az egyetlen Isten akar lenni az életedben, mellette nem lehetnek más szeretői, mint Buddha és mások. Ő az az egyetlen Isten, aki szeret téged. Ő az, aki megmentett. Erre elkezdett sírni, azt mondta, igen, tudom, hogy mindig is ott volt mellettem. Szóval ott ebben a New Age üzletben elkezdtem érte imádkozni, és tudod, mire jöttem rá? Rengeteg hozzá hasonló New Age-esek vannak még, akik csupán azért követik azt, mert nem tudják, hogy van jobb. Keresnek valamit, ami megelégíti őket. Ők nem tudják, de a szívük mélyén Istent keresik. Istenre éhes a szívük. Igen. Szó szerint kétségbe esettek, keresik Istent. Ó, igen, méghozzá teljes nyitott szívvel. És tudod, mint a hamisítvány nagyon jónak tűnik, de csak addig, amíg meg nem látod az igazit, a valódit, pontosan. Te épp ezt tetted, a valódit képviselted, ami még lenyűgöz a könyvedben az, amikor azt írod, hogy vannak bizonyos helyek és bizonyos dátumok, amikor szabad átjárók nyílnak a menny és a föld között. Mesélj erről. Igen, a Földön léteznek földrajzi portálok is, melyek már nyitva vannak, és ha odamész, nyitott menny alá kerülsz. Ilyen nyilvánvaló helyek például Jeruzsálem, Izrael, Bétel. Izraelben vannak olyan helyek, ahol jársz, és azon nyomban ott vagy Isten jelenlétében, mert ott valami megnyílt és nyitva is maradt. Ilyen Bétel, amiről még a Biblia is mondja, hogy a menny kapuja. Ez egy olyan kapu, ami nyitva van. Lehet épp ezért folyik olyan nagy küzdelem Jeruzsálemért. Pontosan, mivel az véleményem szerint a legnagyobb portál az egész világon. Rengeteg vallás keveredik ott, mégis amikor Jeruzsálemben imádkozol, egyszerűen áttörsz a dicsőségbe, és a dicsőség nagyobb, mint amit valaha is el tudsz képzelni. Akárhová megyek, mindig Izraelben vannak a legnagyobb mennyei átéléseim. A földrajzi helyeken kívül beszélsz bizonyos dátumokról, időpontokról is. Igen, ezeket időszaki portáloknak neveztem el, mert vannak olyan időszakok, időpontok, amikor megnyílnak portálok. A Bibliában kapunk erről egy kis betekintést, amikor Isten például azt mondta, meglátogatom népem ezekben a kijelölt időkben, és ezeket nevezték el az ünnepeknek. Én ezeket mennyei rendezvúk Istennel nevet adtam. Ilyenek például a sátoros ünnepek, pünkösd, zsidó, húsvét, tehát a páska ünnepe, stb. Emberek kihagyják ezeket a törvénykezéseik miatt, mert azt gondolják, ezek csak régen voltak, de Isten soha nem változik meg. A következő tehát a helyzet. Vannak portálok, melyekben Isten megígérte, hogy megjelenik. Szeretnék még többet is megtudni erről. David, említetted, hogy Izrael egy olyan különleges hely, és a könyvedben még sok más különleges helyet is említesz, tehát Izraelben voltál épp,
egy zsidó ünnep alatt, és ezek az alkalmak azért különlegesek, mert ilyenkor maga Isten megjelenik. Meséld el egyik ilyen áttélésed. Amikor épp egy ilyen ünnep alkalmával látogatsz el Izraelbe, akkor nem csak egy földrajzi portállal, hanem időszaki portállal találkozhatsz egyszerre, ami által duplán lehet megnyílt mennyi áttélésed. A legtöbben akkor mennek Izraelbe, amikor nincsenek ilyen ünnepek, mert olyankor olcsóbb az utazás, kevesebben vannak. Én azonban úgy vagyok vele, ha minden zsidó ekkor megy Izraelbe, akkor én is egy akarok lenni közülük, tehát én is ekkor akarok menni. Minden alkalommal rengeteg átélésünk van, de különösen egyik ilyen alkalommal, amikor a Szukkot, tehát a sátoros ünnepek voltak, Bételben voltunk. Kerestük azt a bibliai helyet, melyet nem sikerült megtalálnunk, majd végül a helyiek segítségével csak oda találtunk, és ott azon a helyen elkezdtük imádni az Urat. Mindenki lefeküdt és elengedte magát Isten jelenlétében, azt remélve, hogy Isten ad majd látomásokat, látásokat, vagy valamilyen átélést, mivel ott vagyunk egy ilyen portálnál. Szóval nem egy szokványos izraeli kiránduláson voltunk, sokkal inkább felfedező úton. Úgy tudtunk oda menni, hogy golyóálló busszal közlekedtünk, ugyanis el kellett mennünk Ramallah mellett. Ahogy odaértünk és lefeküdtünk, hirtelen egy olyan átélésem volt, amikor felülről láttam az embereket, akik ott feküdtek, majd megláttam az üvegtenger. Olyan volt, mint egy látomás, és közben azon tűnődtem, mi ez? Ahogy tovább haladtam, megláttam Isten trónját, majd megláttam Jesuát, Jézust. Egyenesen ott álltam előtte, és ahogy rám nézett, két dolgot mondott nekem. Köszönöm, hogy eljöttél, hogy elért Izsákot népemet, a zsidó néped az örömhírrel, most pedig elküldelek Ismáelhez, hogy őket is elérhessd. Az arabokat? Igen, az arabokat. Majd a következőket mondta még, megtennéd nekem, hogy rendezel számukra egy konferenciát? Gondoltam, ez kész őrület. Jézus rám nézett, és azt mondta, rendeznél nekem egy konferenciát Jeruzsálemben? Azon tűnődtem, micsoda, de hát nem is itt élek. Majd a második dolog, Ismáel, a muzulmánok, az arabok 3 nappal ezután felhívott valaki telefonon, és azt mondta, hé David, tervezünk Izraelbe menni evangelizációt tartani. Megszerveznél egy konferenciát Jeruzsálemben? A szolgálókról mi gondoskodunk? Normál körülmények között erre nemet mondtam volna, arra, hogy én szervezzek valami ilyesmit, amikor nem is ott lakom. Azonban a Jesuával való találkozásom miatt, mivel maga Jézus kért arra, hogy Jeruzsálemben szervezzek egy konferenciát, ezért megtett. Ezután pedig kapuk nyíltak muzulmán nemzetekbe. Egy hónappal később Dubájban, Katárban szolgáltam egy Mohamed nevű emberrel, aki a kőolaj export nemzetközi szervének egyik embere, tehát egy olajsejk volt. Imádkoztam vele, meggyógyult a karja. Dubájban ezrek jelentek meg már az első este, és jött ez a sok iráni ember, akik meggyógyultak, megtértek, szóval Isten mindkét ajtót megnyitotta. Mi fog történni, David, ezekkel a radikális muzulmánokkal, akik Jesuához fordulnak, és megszeretik a zsidókat és Izraelt, és ezek a portálokat a zsidó ünnepeken. Ez meg is lesz, mert maga az ige mondja, hogy a nem zsidók irigyé teszik majd a zsidókat, és nem tudok annál jobbat elképzelni erre, mint az arabok. Ha az arabok megtérnek, akik az izraelitákat teszik féltékenyé, akik a feltételezett ellenségek, akik megtapasztalják Isten dicsőségét, gyógyító erejét, jeleket és csodákat, de van még egy dolog, ami még féltékenyebbé is teszi őket, ez pedig ugyanaz, ami a Zakariásban is van, hogy az ünnepek alatt, amikor a messiás visszajön az utolsó időkben, még Egyiptomból is feljönnek Jeruzsálembe ünnepelni, mert ha nem, akkor nem jön eső a földjükre. Tehát meg fogjuk látni az arabokat és az arab nemzeteket, akik elkezdenek ünnepelni ezeknél az időszaki portáloknál, és Isten pedig a zsidó ünnepek alkalmaival meglátogatja őket, akiket vére által beoltott. A zsidók is irigységet váltanak majd ki az arabokból, ahogy az arabok is a zsidókból, és ez oda-vissza megy majd. Mondd ezt, Jézus, jöjj és élj bennem! Vedd át életem irányítását, Urammá teszlek életem minden területén. Ha pedig nem emlékszel ezekre, akkor egyszerűen csak így imádkozz. Jézus, segíts, és Jézus segít is. Jesus, help. Help.